Bár régészeti leletek bizonyítják, hogy Encs és annak környéke már 6000 évvel ezelőtt is elődeink lakhelyéül szolgált, a modern korba 1984 volt az a fontos dátum, amikor is városi rangot nyert a település. Akkor olyan jellegű fejlesztések kezdődtek meg, elsősorban az infrastruktúrában, amely meghatározza a ma itt élők életminőségét is. A mai fiatalok már ebbe születtek bele, és köszönettel tartoznak elődeiknek az ezirányú erőfeszítésekért, mondta ünnepi köszöntőjében Mikola Gergely polgármester. Az eseményen részt vett Kivesz Zoltán, önkormányzati helyettes államtitkár, aki szerint ez a rang új lehetőséget nyitott meg az itt élők számára. Ez esemény nem csupán adminisztratív jellegű volt, hiszen egy olyan szerves folyamat kiemelkedő állomásának lehet tekinteni, amely meghatározta a település fejlődését, jövőképét és identitását. A városiasodás mindig a település minőségének fejlődését is jelzi. Várososodik az a település, ahol meghonosodnak a városi magatartás minták, élőbbé válik a helyi környezet, nő az ellátás színvonala, a szolgáltatások mennyisége és minősége. Ezen feltételeknek Encs már 40 évvel ezelőtt megfelelt, ma pedig örömmel állapíthatjuk meg, hogy ez a folyamat nem állt meg, mert a város folyamatosan fejlődik, a rendszerváltoztatást követően pedig önkormányzatiságból fakadó előnyökkel kiválóan éltek a település lakói és a település vezetői. Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője megidézte a település történelmének fontos mérföldköveit, majd emlékeztetett arra, hogy a jelen nem csak eredményeket tud felmutatni, hanem kötelezettségeket is jelent. Jelképes erővel hat, hogy mindennek ma Encs városa nem csak megfelelni törekszik, hanem súlyt ad. Akkor, amikor elismeréssel fordul azok felé, akik a várost vezették, sokszor nehéz körülmények között vállalták a közmegbízatással járó lehetőségekkel együtt járó terheket. Egy helyi közösség állapotát én úgy vélem, hogy éppen az mutatja meg, hogy miként tekint a múltjára, és milyen következtetéseket fogalmaz meg a jövőre nézve. Úgy hiszem, hogy e tekintetben Encs városa jó úton jár. Ezt követően a történelmi egyházak képviselői megáldották az új kenyeret, majd kulturális műsor színesítette a megemlékezést. Ezt követően díjakat és elismeréseket adtak át az arra érdemeseknek, valamint mindazoknak, akik jelentős szerepet játszottak Encs városa nyilvánításában.